este egy különleges kezdettel indult el ez a webkonferencia, hiszen a holnapi költészet napjára készülünk, és engedjék meg még mielőtt az alsó végtagok biológiai programjairól szó esne, egy verset osztak meg önökkel, ami gyakorlatilag egy olyan vers, ami fantasztikus előkészítést fog adni a ma esti webkonferenciához. Aranyosi Ervin, dr. Rigegert Hammer emlékére. Elment. Becsukott ajtót, ablakot. Amit tudott, azt mindent itt hagyott. Bár meggyötörték, hitéért kiállt, s a tudománynak az élére állt. Tisztelte ő a bölcs természetet, elfogadott örök törvényeket. Tudta, az élet nem harcot jelent, logikával épített szebb jelent. Sok milliónak új hitet adott, összegyűjtve a sok tényt, sok adatot, bizonyította számos tételét, megmentve ezzel az emberek életét. Nem kellenek az ártó vegyszerek, ha a lelkedben az okot megleled. Kezedben van a kulcs, a gyógyulás, a változás, a végtelen tudás. Ő nem szolgált pénzéhes tudományt, mely nem fejtett meg soha egy talányt, hogy a betegség honnan is ered. A szeretet a legfőbb gyógyszered. Csak keresd meg a kórodnak okát, mely létrejött pár konfliktuson át, amit a lelked mástól szenvedett. Csak látnod kell, rányitni szemedet. A testünk képes gyógyítani magát, s megújítja elhasznált anyagát, s van segítségre még meg annyi sok, s nem ellenség tálna vírusok, baktériumok, gombák, egyebek, ők segítők, hogy jobbá legyetek. A tüneteket kell megérteni, az életünket nem kell félteni. Mert Istenünk csodásat alkotott, tökéletes, érző ruhát adott, mely szolgál minket életünkön át, s mi mérgezzük ezt szép, csodás ruhát. De volt egy orvos, ki megmutatta tán, élhetnénk szebben egy új kor hajnalán, s eldobhatnánk a gyilkoló szereket, gyógyíthatna végre a szeretet. Azt hiszem, hogy ezek a sorok önmagukért beszélnek, és valójában megmutatják azt, hogy ki is volt, és milyen ember is volt dr. Rigegert Hammer, a germán gyógytudomány atya. Az ő tudásával, az ő tudományával, a germán gyógytudománnyal érthetjük meg, hogy melyek azok az értelmes biológiai különprogramok, amelyek az alsó végtagunkra hatnak. Nem is tudnék én ennél szebben fogalmazni, mint ahogy ezt Aranyosi Ervin, Hammer doktor halálakor megírta tavaly júliusban. Én azt hiszem, ebben a költeményben benne van Hammer doktor nagysága. Benne van, hogy mit adott ő az emberiségnek, és úgy éljük meg a mai napot, a költészet napjának az estéjét, a holnapi hajnalt, hogy ez a vers és ezek a gondolatok valójában termékeny talajra hullnak, és a világon először Magyarországon kivirágoznak. Legyen ez így. A ma esti témánk az alsó végtag biológiai különprogramjai. Mit kell erről tudni, Karesz? Hát ahhoz, hogy megértsük az alsó végtag biológiai programjait, ahhoz valami keveset tudnunk kéne dr. Rigegert Hammer fantasztikus munkájáról, tevékenységéről, az öt biológiai természettörvényről. És ugye Hammer doktor életének a tragédiája az, ami őt rávezette ezeknek a természettörvényeknek a felismerésére. A 19 éves fia a karjai közt meghal, két hónap múlva hatalmas heredaganatot képezett önmagának, és elgondolkodik rajta, hogy a heredaganatának és a fia elvesztésének köze kell legyen egymáshoz, hiszen addig ő teljesen egészséges volt. Ez vezetett el
ez a gondolat, ami ugye már 1979-ben született, 78. december 7-én halt meg a fia, 79. februárjában volt Hammer doktornak a heredaganata, és ez a gondolat vezetett el a rák vastörvényéhez, az egyes számú biológiai természettörvényhez, melyben Hammer doktor rámutatta arra, hogy mi az, ami elindít a szervezetünkben egy megváltozott működést, egy megváltozott programot, egy értelmes biológiai különprogramot, ahogy azt itt EBK-val rövidítettük a szövegben. Tehát értelmes biológiai különprogramokról beszélünk, nem rosszindulatú, ismeretlen és egyéb betegségekről. Minden ilyen program elindításához viszont egy érzelmi konfliktus szükséges. Egy érzelmi konfliktus, ami váratlanul, meglepetésszerűen ért minket, és egy nagyon súlyos történetről van szó. Ilyen mindig lesz az életünkből. Ezt nem tudjuk kivédeni. De azt, hogy benne maradunk a konfliktusban, és mennyi ideig maradunk bent a konfliktusban, azt egyedül csak és mi rajtunk függ. Az is, hogy ezt magányosan éljük át, vagy megbeszéljük, kibeszéljük magunkból a történetet. Tehát ez az öt kritérium az, ami beindít egy biológiai túlélő programot, vagyis ahogy Hammer doktor nevezi, egy értelmes biológiai különprogramot. És ebben a pillanatban, amikor minket váratlanul érint ez az érzelmi megrázkódtatás, lefényképezzük a körülményeket minden érzékszervünkkel, nem csak a szemünkkel, hanem a fülünkkel, a nyelvünkkel, ha éppen eszünk valamit, az emésztőrendszerünkkel, ha éppen emésztünk valamit. Teljes mértékben miért? Ez is csak a túlélésünk érdekében történik, hogyha legközelebb valami a körülményekből megismétlődik, már is kész programunk legyen a túlélésre. Hammer doktor rámutat tehát arra, hogy nincs megbetegedés DHS nélkül. Dirk Hammer szindrómának nevezi ezt az öt kritériumot, ami ahhoz szükséges, hogy elinduljon egy biológiai túlélő program bennünk. De még egyszer kiemelném, hogy az, hogy meddig ragadunk bent a konfliktusban, mikor vagyunk hajlandók ezt érzelmileg megoldani, ez csak és kizárólag rajtunk múlik. Mert ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével fog szervi elváltozást elindítani. És ez a lélek-agy-szerv tengely az, ami benne van Hammer doktor tudományos táblázatában, távirati stílusban. Bárki elolvashatja, de nem mindenki fogja megérteni, mert tömör terminus technicusokkal, szakmai kifejezésekkel tele. És ugyanakkor feltételez egy csomó szakmai orvosi tudást, hiszen ne feledjük, Hammer doktor ezt a táblázatot orvosoknak írta, hogy a gondolkodásuknak egy másik alapot adjon. Tehát egy súlyos, egy érzelmi megrázkódtatás az, ami elindít bennünk valamit. De nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy én hogyan éltem meg abban a pillanatban azt a történetet. Mert az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. Nem a történet, a saját megélése. Ezt viszont csak a beteg tudja elmondani. A történetből ő tudja levonni, hogy ő abban a történetben mit élt meg. Ezért a weblap vezérgondolata, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. A második biológiai természettörvény rámutatta arra, hogy a DHS után, amit itt a háromszögben látunk, mi történik a biológiánkban? Hát nyilván, amíg benne ragadok a konfliktusba, pont addig fog tartani a konfliktus aktív fázis, amit itt kék színnel jelöl Hammer doktor. Az időtengely, a vízszintes tengely, és függőlegesen itt azt mérhetjük le, hogy milyen súlyos volt ez az érzelmi megrázkódtatás, és a vízszintes tengely mennyi ideig tartott, ez fogja adni a konfliktus tömeget. Ez meg fogja határozni azt, hogy a második szakaszban, a megoldási szakaszban mennyire lesznek zajosak azok a tünetek, amelyeket mi betegségnek nevezünk, de valójában a gyógyulásról, a biológia helyreállító munkájáról szól.
Ennek a gyógyulási szakasznak, a KM, a konfliktus megoldása utáni szakaszról szól. Két része van, egy exudatív fázis és egy hegesedési fázis, ami piros színnel jelzünk, de közötte látjuk kék színnel kiemelkedni az epileptoid krízist. Mit jelent az, hogy exudatív? Az exudatív azt jelenti, hogy folyadék áramlik be abba a szervbe, szövetbe, ahol éppen elkezdődik a gyógyulás, ugyanakkor folyadék áramlik be az agyi központba is. Ugye a gyógyulás is lélek, agy, szerv szinten történik, és ez fokozódó fejfájást okoz. Tehát fokozódó fejfájás és gyulladásos tünetek, ez az exudatív fázis. Duzzadt lesz, meleg lesz, fájdalmas lesz az a terület, ahol éppen végbe megy a gyógyulási szakasz. Ennek a duzzanatnak, ennek a vízgyülemnek az epileptoid krízis vett véget, hiszen ekkor mind a szöveti szintről, mind az agyi központból a víz kipréselődik, megszűnik a fejfájás, és utána ismét jön a gyulladásos tünet, a fájdalom, ami azt jelenti, hogy ebben a részben, a hegesedési fázisban az a szövet, ami újra képződött, mondjam úgy kötőszöveti szinten, meg fog telni lényeggel, mondjuk a csontszövet kalciummal, az izomszövet megfelező izomfehérjékkel, és a többi. És ezek a történetek, a hegesedési fázis csak arról szól, hogy nagyon fáradtak leszünk, nagyon letaglózottak, de már a hangulatunk jó, az étvágyunk jó, csak nagyon fáradtak vagyunk. Extrém fáradtságként írja le Hammer doktor itt az állapotát a betegnek, de ha ő tudja, hogy napok választják el a teljes gyógyulástól, a program lezárásától, akkor nem fog kétségbe esni. A probléma az, hogy az emberek nem tudják, hogy hogyan zajlanak le a biológiai programok. És ez lesz az, ami mindig a krónikus betegségekhez elvezet. Mi kell ahhoz, hogy egy krónikus betegség kialakuljon? Hogyan néz ki ez a germán gyógytudomány tükrében? Természetesen elegendő az, hogy meg se oldjuk a konfliktust. Ha benne ragadok a konfliktusba, akkor az izmok szintjén mondjuk bénulás áll fent folyamatosan. Ugye alsó rétegről beszélek. Egy képtelen voltam elmenekülni. Programra lebénul a lábam, és úgy marad, mert még mindig abban maradok. Vagy földbe gyökerezett a lábam. Bólogatott egy néni, aki 4 éve székben ült. És miért? Mert még mindig ott volt, hogy földbe gyökerezett a lába, attól a hírtől, amit a fia kijelentett számára. Ez a meg nem oldott konfliktusnak az ábrája, Hammer doktor rajza. Van az úgy, hogy a program kifut, ahogy a második sorban látjuk, policiklikus lefolyás, de mivel a megoldás nem érzelmileg történt, a konfliktolízis, a konfliktus megoldása, nem érzelmileg történt, ezért újra és újra sínre kerülünk, és újra visszatérünk a lejárt lemezhez, újra lejátszok ezeket a medicinában recidíváknak, vagy fellángolásoknak fogja nevezni a mai akadémikus orvoslás. És van egy olyan történet, amikor el se jutunk a megoldás végéig, hanem elakad a program már a megoldási szakasz első részébe. Ezek itt nem epileptoid krízisek, hanem újabb és újabb sínre kerülések, újabb körülmények, újra beindítják, elakasztják a gyógyulást, és kezdjük előről, és kezdjük előről, és kezdjük előről, és ez folyamatos fájdalommal fog járni. Ezen a képen azt látjuk, hogy hogyan zajlanak le a betegségeink 3 különböző esetben. Ha nem oldjuk meg, ha policiklikus, ha ismételten zajlik le, illetve ha valami elakad függő gyógyulásban. De a betegségek típusai szerint különböző lefolyásuk van. Van például, ahol valami sejtnövekedés van, máshol pedig sorvasztás van. Mi befolyásolja azt, hogy melyik sejtünk hogyan reagál? Mi ennek az összefüggése? Természetes, Hammer doktor, hogy megértse, hogy mi van a konfliktusaktív és megoldási fázisban, valamint, hogy miért az van, ami van, leásott egészen az embriológiáig, vagyis az egyetfejlődésig. Ez a kép volt az, ami engem mondjam úgy, hogy észhez térített. Ami rávilágított arra, hogy minden teljesen logikusan van
felépítve a szervezetünkbe. Minden sejtünk, szövetünk ebből a három csíralemezből származik, amit sárga, narancs és piros színekkel mutat be Hammer doktor. Ez egy keresztmetszeti kép, mintha három kis tányérnak a keresztmetszeti képét látnánk itt. Vajon mire utalnak ezek a nyilak? Természetesen arra, hogy minden, ami például a belső csíralemezből alakult ki, és az agytörzs irányítja, mint agyi központ, ezeket a sejteket, szerveket, ezek mindig ugyanazt fogják csinálni egy életen keresztül. Mindig a falat konfliktust oldják meg, és a falat a biológiám számára mindaz, ami kell neki a túléléshez. Mi kell a túléléshez? Víz, levegő, és táplálék. Pontosan. Víz, levegő, táplálék. És hogy én ezt meg tudjam kapni, mindig először sejtet szaporítok a cél érdekébe, aztán utána lebontom. A támadási konfliktusokat, félelem a támadástól, azt a kisagy fogja vezérelni, és a középső csíralemez archaikus, régi sejtjei lesznek azok, amelyek erre még mindig szövet szaporítással reagálnak. Tehát támadás, bemocskolástól való félelem, vagy megtörtént eset után, illetve a gondozással való konfliktus, amikor túlzásba visszük az aggódást valaki miatt, mindig szövetszaporulatot fog elindítani, hol. Az aggódás az a mellnek a mirigy állományát fogja felszaporítani, ez lesz az egyik fajta melldaganat. Aztán a támadási konfliktus az írha réteget fogja felszaporítani, illetve a hashártyát, hátulról jövő támadás, a retroperitoneális tumort fog okozni. Szemből jövő támadás, amit a hasamban értem meg, övön aluli támadásnak, nyilván, hogy a hashártyát fogja érinteni. A szívem ellen megélt támadást, a diagnózist, amit a kardiológus kimondott, azt a szívnek a burka, a perikardium fogja biológiailag megoldani azzal, hogy megvastagodik, megoldásban lebomlik. A mellkas elleni támadást a mellhártya fogja megoldani, megvastagodik, megoldásban lebomlik. Természetes a lebomlás, a visszaalakulás az mindig zajos tünetekkel jár. És ha az alsó végtagnál vagyok, akkor ez lesz az, ami az Orbánc Erizipellász programját fogja elindítani. Aztán vannak önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusaink, és azt mindig a fehér állományban levő idegi magvak fogják irányítani. Ezekben a magvakban, még fogok róla képet mutatni, az egész testünk képviseltetve van, és a csont, ízület, izom, erek és kötőszövet részén minden olyan konfliktus, ami ezeket a szöveteket érinti, az önleértékelés, először a szövetek lebontását indítja be tünetmentesen. A megoldásban pedig jönnek a tünetek az adott szöveteknek megfelelően részletek a továbbiakban. A külső csíralemezből származnak a labhám sejtek, labhám nyálkahártyák. Ezt mindig az agykéreg irányítja. És milyen konfliktusok tartoznak ide? Amint a piros babán is látjuk, az elválasztási konfliktus. Elszakadt tőlem a gyermekem. Valaki szeretett egyén elszakadt tőlem, vagy nagyon nem szeretném, hogy hozzám érjenek, hogy megérintsenek. Ez mind a két konfliktus, mint elválasztási konfliktus, mit fog okozni? A felhámat fogja érinteni. Először itt is lebontunk, aztán visszaépítünk. Éppen úgy, mint az önleértékelési konfliktusok során. Az agykéreg nem csak az elválasztási konfliktusokat, hanem a birtok konfliktusokat is irányítja. Az akaratlagos mozgás központja is itt van. Ugyanakkor minden érzékszervnek is ide érkezik be az információja, és itt történik az információ feldolgozása. De visszatérve a Hammeri iránytűre, az elmondottak alapján is egyenesen, egyértelműen következik.
Ha a konfliktus aktív szakaszban sejteket bontottam, akkor a megoldásban a sejteket visszaépítem. Ha a konfliktus aktív szakaszban sejteket építettem, nyilván akkor a megoldási szakaszban a feleslegessé vált sejteket le fogom bontani. Miért? Mert egyetlen sejtet sem tartunk el feleslegesen. És ha a működést változtattam a konfliktus aktív szakaszban, megfékeztem például az inzulinnak a kiáramlását, akkor, és cukorbeteg lettem, akkor a megoldási szakaszban ezt fogom helyreállítani. Mi segít a biológiánknak a sejtek bontásában és szaporításában? Ebben is segít számunkra a velünk együtt, a testünkben lévő, velünk szimbiózisban élő gombák, baktériumok és vírusok. Ők ott vannak a testünkben, és agyi parancsra történik meg ezeknek a felszaporítása, majd a munka elvégeztével a felesleges számban lévő gombák, baktériumok és vírusok eltüntetése. Tehát, ha valakinél feles mennyiségben vírust, baktériumot vagy gombát mutatnak ki, az csak azt jelenti, hogy elakadt a gyógyulása, és ezért lesz kandidiázisa, ezért lesz humán papilloma vírusa kimutatható, vagy hepatitis vírusa. Nyilvánvaló nem vonatkozik a biológia negyedik természet törvénye a mesterségesen előállított és kívülről ránkható, hát hogy mondjam, biológiai fegyverekre. Az ötödik természet törvény teszi fel Hammer doktor munkásságára a koronát, hisz kiderül, hogy mindennek értelme van. Minden értünk történik, és nem ellenünk. És mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Most remélem akkor ezt a programot, ami nem csak az emberi testben, hanem minden állatban, sőt növényben is be van programozva. Ezt mégsem nevezhetjük rossz indulatúnak, hogy túlélni szeretne. Igen, nagyon tetszik az, hogy Hammer doktor fogalmaz, hogy a természet megoldást ad arra, hogy az egyén egy különleges kihívás leküzdése esetén újra egészséges, erősebb legyen. Nekem ez a legbátorítóbb mondatom ebben a Igen. fóliában, mert nem problémáról beszél Hammer doktor, hanem egy különleges kihívás, és ha ezt leküzdjük, akkor újra egészségesek és erősek leszünk. Pontosan. Erről van szó, és ne feledjük, hogy minden egyes biológiai programunk egy meg nem oldott félelem következtében indul el. A boldog ember egészséges. A boldog embernek nincsenek külön programjai. Arra célzol, hogy a konfliktus mögött egy félelem áll? Igen, mindig egy félelem. Hát félek az éhenhalástól. A májam fog reagálni. Félek attól, hogy meghalok, mert mondtak egy végzetes diagnózist. Mi fog reagálni? Mivel bírom ki legrövidebb ideig? Vízzel, táplálék vagy levegő nélkül? De levegő nélkül. Hát levegő nélkül. Tehát normális akkor, hogy a tüdőszövet fog szaporodni. Tehát fantasztikus logika van ebben az egész germán gyógytudományban. És, bocsánat, a germán gyógytudomány alap a megértéshez, hiszen rámutat arra, hogy a betegségek nem függnek azoktól a tényezőktől, amelyeket az akadémikus orvoslás felsorol. Itt családi állapottól, iskolázottságtól. Igen, azért iskolázottságtól függő lehet, mert mindig elmondom, hogy minél intelligensebb vagy, annál tökéletesebben tudod magad tönkretenni. Annál több mindenre asszociálunk. Annál több mindenre asszociálunk, és az agyunk ugye nem tesz különbséget valóságálom és illúzió között. Tehát innentől kezdve a gyógyulásunk egy fantasztikus akadálya a túlokosságunk. Hogy nem fogjuk föl, hogy a biológia nem ellenem, hanem értem dolgozik. Viszont függ a betegségeknek a megjelenése és a száma attól, hogy hány konfliktust indítok el, ezekből hány van konfliktus aktív, hány van megoldási szakaszban. És azt sem már tudni, hogy a személyiségünkre kihat mindaz, hogy hány megoldatlan konfliktusunk van. Ez befolyásolja a hangulatunkat is. Az is egy probléma, hogy a germán gyógytudomány ismeretével
És a konkrét okok, vagyis az érzelmi konfliktusok feloldásával, nem gyógyszerek szedésével, ugye valóban megoldjuk azt, ami elindította a programot. Mi indította el a programot? Az, hogy valaki eddig nem szedett kemoterápiát? Nem attól lett senkinek se daganata, ugye? Említetted, hogy minden csiralemeznek megvannak a maga konfliktus típusai. Azt gondolom, hogy a lábunkkal azért túl sok falat konfliktust nem tudunk Hát megélni. természetes, hogy nem. Hát nyilvánvaló, annyira egyértelmű minden, ami benne van, hogy ez válik egy tudományos embernek gyanúsá, hogy na, ez ennyire egyszerű nem lehet. Pedig tényleg ennyire egyszerű. Hogyan néz ki ez a láb esetében? Milyen Mindjárt a lábról is nagyon, beszélek, csak ki nagyon kell kíváncsiak vagyok. emelnem, hogy ez tudomány, hogy reprodukálható, hogy összehasonlítható és előrejelezhető. Tehát amikor a beteg eljön és meghatározzuk, hogy hol tart, akkor el tudjuk mondani, hogy mi következik. Éppen ma válaszoltam egy levélre, hogy fájdalmai voltak, elmúlt a fájdalma, azt hitte, hogy meggyógyul, de visszajött a fájdalma. Miért? Hát azért, mert túl van az epileptoid krízisen, és most éppen az említett hegesedési fázisban van. Vagy elakadt a programja, sínre került, mert nem oldotta meg valójában érzelmileg. Tehát itt konkrét választ kapunk azokra a dolgokra, amik vannak, és nincs olyan, hogy hát lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Nincsenek ilyen dolgok. Nem statisztika, nem állatkísérlet az, ami meghatározza, hogy mi fog velem történni. Nem vagyok kiszolgáltatva állatkísérleteknek és statisztikáknak. Egy másik ember tudásának vagy nem tudásának. Csak annak vagyok kiszolgáltatva, hogy hajlandó vagyok-e érzelmileg megoldani mindazt, amit megéltem, vagy nem. Hajlandó vagyok-e megbocsátani az anyósomnak, vagy továbbra is gyűlölöm, akkor ne csodálkozzak a tüneteimen. Tehát itt erről van szó. És azért itt ez egy nagy választóvonal, egy nagy vízválasztó, mert nem minden ember hajlandó megbocsátani. Nem minden ember hajlandó a dolgokat másnapra megoldani. És inkább választja a tabletták szedését. Rendben van, szedjen tablettát, és szenvedjen tovább tudományosan. Ennyire lenne az egész. Na most az alsó végtagot érintő konfliktusokat, gyakorlatilag ez egy hatalmas dolog, mert kezdve a bőrünktől, ugye, az ektodermális programoktól, egészen a csontunkig, hát végig kéne menni mindenen. De hát van, amin már végigmentünk előző előadásokban, ezeket csak érintőlegesen fogom elmondani, de az új dolgokat, amelyekről még nem volt szó, és van itt néhány dolog, amiről még nem volt szó, még tanfolyamokon sem, mert Hammer doktornak a lefordított könyvéből, az eset tanulmányaiból inspirálódtam. Ezeket a dolgokat szeretném inkább kiemelni. Tehát a külső csiralemez, ez kötött programok, nyilván ezek elválasztási konfliktusok, és a bőrrel, az epidermisszel van kapcsolatban, tehát a bőrünk külső rétegével. Konfliktus aktív fázisban mindenki megéri a neurodermitiszt, vagyis az, hogy hideg, hűvös, érzéketlen a bőrünk. Megoldásban jönnek a megfelelő hólyagosodások, viszketések és egyebek. Ha nem oldom meg az elválasztási konfliktust, akkor ott lesz a vitiligó, tehát pigment hiányos területek fognak jelentkezni. Viszont ha a függőgyógyulásba teszem ezt a dolgot, akkor pigment foltok jelennek meg, mert bontok építek, és egyre többet építek vissza. Aztán, ha nem tudom eltönteni, hogy se veled, se nélküled, akkor ugye ott jön a pszoriázis. Az írhát érintő programok, ugye támadás, bemocskoltsági konfliktusok tartoznak ide. És minden olyan történet, amit támadásként élek meg, és a lábamban megélt támadásként éle meg, szövetszaporítást fog elindítani. Ez teljesen természetes. Amikor lebontom, akkor, amit már említettem, jön az erizipelász. Az írha és az alatta levő kötőszövetnek a gyulladása. És ugye itt megbújt baktériumok miatt kellene heteken, hónapokon át szedni az antibiotikumot. Nem kérem szépen, meg kell oldani egyszer s mindenkor a programot, és többet nem fog az Orbánc előjönni. Ugyan itt van a herpes zoster, ez bemocskoltsághoz kötött program. Minden, ezzel kapcsolatos, már bocsánat, magyarul fogom mondani, az a megélésem, hogy szarba léptem. Ez egy bemocskoltsági történet,
ami nem kell valóban a kakiba belelépni, csak úgy élem meg azt a helyzetet, amiben beleléptem. És egy még durvább bemocskoltság melanomát fog ki létrehozni a bőrünkön. Na de itt van egy olyan dolog, amiről még eddig nem beszéltem, és összeköti a felhámot az írhával. Az a program, hogy a sarokbőr megkeményedése, berepedése. Ideje lenne sarkon fordulni abból, amiben vagyok. Ugye milyen érdekes? Azt hiszem, hogy ez az emberiség egyik legnagyobb problémája, és főleg most, hogy készülünk a tavaszra és a jó időre, a nyitott szandálkákra, hölgyeim és uraim, nyitott sarkú papucsokra, szandálokra, azokban a helyzetekben észrevesszük, hogy ez mennyire kellemetlen, de az esztétikumon túl még ennek egyéb tünetei is lesznek. Úgy Igen. elgondolkodtam azon, amit mondtál, hogy itt azért van egy elválasztási konfliktus is. Hát nyilván el akarunk ettől a helyzettől, ettől a berepett saroktól választódni is, mert hogyan néz ki. Az egy dolog. De itt van még az az érzés is bennünk, hogy hát ez azért bemocskolja a külsőnket. Hát természetes, és elkezdjük dörzsölni sarokcsiszolóval. Aztán pedig Olyan mélyen, támadásként éli meg. hogy azt már az írha támadásként éli meg, tehát megint megvastagszik. És nem tudok kilépni ebből az egészből. Pedig nem a bőrünkkel kellene, hogy mondjam, konkrétan foglalkozni, hanem azzal az érzéssel, hogy miből is akarok én kilépni. Miből nem tudok én sarkon fordulni. Ugye nem árulok el titkot, hogy nekem is volt ilyen problémám is, amikor ezt megoldottam. Minden sarokcsiszolás nélkül ez a tünet eltűnt, és most baba a sarkon. Sőt, még nagyobb a testsúlyom, mint volt akkor, és még sincs bőrkeményedés a sarkamon. Milyen érdekes. Úgy látszik, Szóval, hogy nem indítottál el egy önleértékelési nem, konfliktust eszemben ebben. nincsen. Tisztában vagyok, hogy ki vagyok valójában. Na most, ami érdekes, az pontosan az új mezodermális programok, ugye, az önleértékelésekkel kapcsolatos programok. Itt nem véletlenül hoztam be ezt a két képet, mert ugye a piros mezővel jelzett agyi központ lesz az, ami a külső csíralemezhez kötött elválasztási konfliktusokat irányítja, és itt az alsó rajzon a sárgával áthúzott narancssárga mező, a kis agyi központ lesz az. Itt van az írhának a reléje, itt szépen a szélén, egészen kifliszerűen elhelyezkedve, ez a testünk teljes írharétegének a bemocskoltsági konfliktusát fogja irányítani. Most nézzük meg akkor, hogy az önleértékelésekkel mi a helyzet. Ugye mindenki tudja, hogy önleértékelés, önpusztítás, és ennek az agyi központjai a fehér állományban találhatók. A koponya tetőtől egészen le a lábunkig. Minden központ megtalálható. Tehát fejünk tetejétől a lábunkig, bal oldalt, jobb oldalt egyaránt. Mi is az, ami itt a DHS? Mi a konfliktus tartalom? Valamilyen önleértékelés. A konfliktus aktív szakaszban viszont az, hogy milyen erősen éltem meg azt a fajta önleértékelést, meghatározza, hogy milyen szöveteket fogok lebontani. Látható, hogy a legerősebb önleértékelés az mindig a csontra fog hatni. Az ettől gyengébb önleértékelések pedig megfelelő, hát többi szövetre. A következő kép viszont azt mutatja, hogy mi történik a megoldás után. Természetesen megjelenik a fájdalom. Megoldási szakasz fájdalommal jár, tehát ha nekem gyakorlatilag végtag fájdalmam van, az megoldási szakaszra utal. A csonthártya programot kivéve, az konfliktus aktív fázisban fáj, a reumás fájdalom. Na most ott tartunk, hogy megoldási szakasz az szolgálja, hogy nyugalmi állapotba kerüljön az alsó végtag. Ez egy nagyon lényeges. És pont az a célja annak, hogy hagyjuk a szervezetünket, hogy visszaépítse mindazt, amit eddig lebontott, pontosan azért, hogy erősebb legyen minden, mint amit lebontottunk. Természetesen, hogy a csontfájdalmát a csonthártyának a feszülése fogja okozni.
az ízületeknek a visszaépítése is ízületi fájdalommal fog járni, de a porszövet az erősebb lesz. Nyilván nem mindegy, hányszor futtatjuk a programot, mert elalaktalanodik az ízület, és az már artrózis lesz. Az izmok visszaépítésénél természetesen izomrángások lépnek fel, amit súbnak fognak nevezni. Ha pedig magányosság, létezés konfliktust is megélünk, akkor a víz nem csak az adott szövetekbe fog felfokozódni, hanem az agyi központban is. És ez itt, amit látunk, ez a nagy szürkesség, ez nem agyi daganat, ez egy vízgyülem. Ez pedig egy megoldásban lévő, hát kortikális, kérgi központ. Ez az agyi metszet nem a fehér állományból, hanem az agykérgi szintről való. De hatalmas létezés és magányosság érzés az, ami ekkora vízgyülemet az agyba össze tud hozni. És nyilvánvaló, hogy fejfájással fog járni. A vízgyülem az ízületi fájdalmat is tízszeresére fogja fokozni, és köszvény nem tud megjelenni, köszvényes fájdalom, csak is magányosság konfliktusban. Na most, amiről a továbbiakban beszélni fogok, ugye az a bőrünktől a csontunkig terjedő szövetek érintettségét taglalja. A vénák, artériák, nyirokrendszer, izmoknak, csonthártyának és csontnak a programjait. Ezeket fogjuk a továbbiakban részletezni. A rögtön az elején a vízszér. Erről egy külön webkonferencia szólt, a béklyókonfliktusról és a vízszérről. Itt mindenképpen azt szeretném újra kiemelni, hogy képtelen vagyok nélküled tovább lépni, tovább haladni. Tehát áldozatnak érzem magam, mert én nélküled nem tudok mit tenni. Kiszolgáltatnak érzem magam. És szükségem van rád ahhoz, hogy én tovább haladjak. Nélküled képtelen vagyok egy lépést is tenni. Muszáj a lábadat tapossam, mert nem tudok különben továbbállni. Ez nagyon, nagyon-nagyon gyakori, és mindenki, aki elindítja ezt a programot, a vénáknak a kötőszövetes falát kezdi lebontani. Csak hogy a vénák nem csak kötőszövetből, hanem sima izmokból is állnak, a középső rugalmas faláról beszélek. És ahogy bontom konfliktus aktív szakaszban a kötőszövetes részt, ugyanabban a tempóban építem a sima izomrészt. Ez természetesen a vénák elalaktalanodásához, vagyis vízszerek kialakulásához fog vezetni már konfliktus aktív szakaszban. Megoldási szakaszban elkezdem visszaépíteni a lebontott kötőszöveti részt, jön a vénának a gyulladása, epileptoid krízisben pedig a trombózis, mondjuk mélyvénás trombózis. Úgyhogy a folyamat bezárásával nyilván a vénák maradnak olyanok, amilyenek, de ahhoz, hogy ne legyen még egy mélyvénás trombózisom, ahhoz az kell, hogy a DHS-t oldjuk meg. Ezt az érzést tegyük feleslegessé, és vegyük kezünkbe az életünk irányítását. Ne a kiszolgáltatottságban húzzuk magunkkal ezt az egészet, mint egy koloncot. Tehát a bék jó érzését sokféleképpen megélhetjük. Itt, ebben a helyzetben én képtelen vagyok nélküled tovább lépni. De van egy másik helyzet is, amikor én tovább szeretnék lépni, de nem tehetem meg, ezért húzom magam után a dolgokat. Valakit nem akarnak elengedni a munkahelyről. Lehet túl sokat tud, és nem szeretnék, ha a konkurenciához vinni a tudását. Lehet, hogy ki szeretne lépni egy párkapcsolatból, de nem teheti meg, mert bizonyos dolgok, körülmények ebben megakadályozzák. De ő szeretne kilépni. Ezért írja Hammer doktor, hogy önleértékelés, speciális hátráltatottság a lokalizációnak megfelelően. Tehát még mindig béklyóról beszélek. Konfliktus aktív fázisban az artériáknak, az osztóereknek a középső rugalmas részében kezdem lebontani a kötőszöveti részt, épp úgy, mint a vénákban. És a sima izomelem persze fölszaporodik itt is. És mi történik a megoldási szakaszban? Megoldási szakaszban a sima izomelem ott marad, és a megoldási szakaszban rakódik föl
Az a drága jó koleszterin az ereknek a belső falára pont azért a megoldási szakaszban, hogy megerősítse az adott érszakasznak a falát. Tehát kérdés, hányszor játszom le én ezt a történetet? Mikor leszek hajlandó ezt a programot lezárni? Mert valahányszor elindítom, és végigfuttatom, és elindítom, és végigfuttatom, újra és újra egy réteg koleszterint oda teszek, és ez mechanikusan fogja az ereknek a falát elzárni. Ez lesz az érelmeszesedés, és az érszükületnek az a fajtája, amikor kimutathatóan az érnek a belvilága beszűkül. Aztán az izmoknak a bénulása, sorvadása, az vajon mitől van? Attól van, hogy képtelen voltam kitérni, odébb állni egy adott helyzetből. Lehet, hogy letámadtak, és mint egy megbabonázva lebénultam, köpni, nyelni nem tudtam, meglépni, mozdulni se tudtam, azt se tudtam, merre lépjek, merre mozduljak ebben a helyzetben. És elindítottam egyszerre három programot is, amiről épp a múlt héten beszéltem, az izmoknak a programjáról. Most nem szeretnék erre újra részletesen kitérni, csak szólok, hogy ez a téma egészen egy teljes webkonferencia anyagában ott van. Nem csak önleértékelést élek meg, hanem blokkolom is a mozgást, és elválasztási konfliktust is elindítok egy ilyen konfliktus során. Tehát képtelen voltam kitérni, odébb állni egy adott helyzetből, és mindenki maga tudja, hogy mi az az adott helyzet. A kirakat betegség, az amit, micsoda? Hát ez egyszerre ér és izomprogram. Ez klaudikáció intermitensnek, vagy diszbázia intermitensnek nevezik hivatalosan a medicinában. Csak azért írtam, hogy kirakat betegség, mert ezek az emberek azok, akik megállnak a kirakat előtt, és bámulnak addig, míg el nem múlik a fájdalom a lábukból. Mert mennek bizonyos távolságot, beleáll a fájdalom a lábába, és képtelen tovább menni. Pihen egy kicsit, aztán megint tovább megy. Na most, hogy ne legyen feltűnő, hogy ő áll egy helyben, hát nézi a kirakatot. És mi a DHS? Mit kénytelen, mit képtelen ez az ember megcsinálni? Egyszerre megéri az, hogy képtelen vagy kénytelen vagyok tovább lépni, de a békjó mégis megmarad. Hát mert doktor, a My Student and Make Him-ben egy konkrét esettanulmányt ír le ezzel kapcsolatosan. Egy házas pár, a két kislányal elmegy egy családi találkozóra, és az illető azt éli meg, hogy a felesége felháborodottan bejelenti, hogy vagy azonnal hazajössz velem, vagy itt maradsz a gyerekekkel. Mert a család, a férfi ember családja nem volt hajlandó befogadni ezt az asszonyt a körükbe. A részletek itten teljesen lényegtelenek, hiszen a megélés ennek az embernek pont ez volt, hogy képtelen vagyok tovább lépni, de kénytelen is vagyok tovább lépni, és akár tovább lépek, akár nem, a békjó mégis megmarad. És ez a konfliktus 15 évig nem volt feloldva. És ezért a konfliktus aktív szakaszban egyre fokozódó görcs lépett fel, nem csak az izmokban, hanem az osztóerek izmos falában is. És ugye ez is úgy néz ki az arteriogramon, mintha érszükület lenne. Csak hogy kérem szépen, van olyan, amit úgy hívnak, hogy kalcisztin. Ennek segítségével átmenetileg az artériák elengedik ezt a görcsöt, és az átfolyás teljesen tökéletes lesz. Na de gyógyszer nélkül, mert nem lehet egész életünkben kalcisztint szedni, meg kell oldani magát a konfliktust. És amikor ez az ember megoldotta a konfliktust, akkor kimelegedett a végtagja, és 500 métert hirtelen tudott menni egyik napról a másikra. Részletek a My Student and Make Him című könyvben. És a krízisben megfokozódik az a görcs, és utána természetesen ez a diszbáziás index, vagyis a megtett út hossza egyre nagyobb lesz. Két napig hallgatta ez az ember a My Student and Make Him pontosan a műtéti kiírás előtt.
És amikor azt látta, hogy 2 napig más studenten néhány hallgatással 500 métert meg tud tenni, akkor elgondolkodott azon, hogy most tényleg menjen műtétre. Mert ez egy nem veszélytelen dolgok, az ereket műteni, kicserélni. Nagyon sokszor végtagamputációval jár, amikor a vérzést nem tudják elállítani. Tehát el lehet gondolkodni, hogy megyünk műtétre, vagy megoldjuk magát a konfliktust. Persze egy párkapcsolatból származó konfliktus megoldása a házastárs nélkül igencsak nehéz dolog. Igencsak nehéz dolog. Az ízületi programoknál képtelen vagyok ugye kilépni, kiugrani valamiből, nyilván, hogy az ugró ízületem lesz érintett. Talusz és calcaneus csontok, ugrócsont, sarokcsont. Amikor a sportosságban élek meg egy önleértékelést, konkrét sporteseményről vagy sportteljesítményről legyen szó, avagy átvitt értelemben a rugalmatlanságban élek meg egy önleértékelést. Kitartóan ragaszkodok az elképzelésemhez. Semmi baj, nem fáj semmi, de a megoldásban jön a térdízületnek a fájdalma. És az ízületekről szóló webkonferencián, felső és alsó végtag ízületeiről tartott webkonferencián szó volt minden végtag ízületről, a csípő ízületről is, és ez csak azt jelenti, hogy valamit képtelen vagyok elviselni. Na most ne feledjük, hogy ez az érzés erőssége eldönti, hogy valójában milyen szövetek lesznek érintve ezen a területen. Mert ha egész enyhe ez a történet, akkor a lágyéki nyirokcsomók duzzanatát fogjuk megélni, mert bontom és visszaépítem, és amit visszaépítek, az nagyobb lesz, mint volt. Épp ma válaszoltam egy ilyen levélre, egy érdeklődőnek, hogy az a bizonyos nyirokcsomója, ami már 4 éve ott van, az vajon mitől van? Semmit nem fáj, nem zavar, de az orvos szerint azt ki kellene onnan venni. Hát mondtam, hogy gondolkodjon el rajta, hogy mit oldott meg, és aztán nézze el nyugalommal, mert ez csak egy emléke annak, hogy valamit megoldott. Nyilván, ha erősebb ennek az érzésnek a tartalma, ugye, nagyobb a konfliktus érzés szintje, akkor az ízületet fogja érinteni. És bontom, építem, amikor építem, akkor coxarthritisről, tehát csípőízületi gyulladásról beszélnek, és ha én ezt éveken át csinálom a bontást, építést, akkor tönkre megy az ízület, és ez lesz a coxarthrózis. Ó, van megoldás, kicseréljük az ízületet, nem? Berakjuk a fém ízületet a csípőbe, a térdbe, és azt hiszük, hogy ez a megoldás. Tényleg ez a megoldás. De lehet ezt olyan súlyosan is megélni, hogy a combnyak csont része fog elhalni, és spontán eltörik a combcsontnak ez a nyaki része, amit itt mutatok. Tehát mindenki döntse el, hogy hogyan szeretne meggyógyulni. Műtéttel, gyógyszerrel, vagy ezek nélkül. A legsúlyosabban megélt önleértékelés természetesen a csontokat érinti, és a csontok a konfliktus aktív fázisban mindig a csontszövet lebontásával indulnak, a önleértékelés. A megoldásban pedig jön a csont visszaépítése, és mivel ez duzzanattal jár, feszül a csonthártya, és természetes, hogy fájni fog. A csontnak a lebontása alatt változnak a laborértékek, anémiások leszek, tehát vérszegény lesz az illető. A megoldásban visszaépülnek a lebontott, illetve a megfogyatkozott sejtek, de itt először a fehérvérsejtek fognak vissza szaporodni, és ez a hirtelen, sok éretlen fehérvérsejt a vérkenetben azt a diagnózist keltik, hogy leukémia. Mondom, éretlen sejtek, nem rákos sejtek. A vörösvérsejtek a megoldási szakasz második felében fognak visszaépülni. Ha itt akad el a program, akkor viszont már poliglobuliáról beszélünk. Tehát miért? Mert nincs érzelmileg megoldva a program. Mindig ide tudok csak visszatérni. És itt van most külön a lábszár. Ugye a csípőízületet, a csípőt elmondtam, de a lábszárnak a programját a legsúlyosabban megélt önleértékelés abban, hogy
Képtelen voltam, nem tudtam elég gyorsan mozogni, kitérni valaki elől, ugye? Képtelen voltam lépést tartani az adott információkkal. Semmi, nem a lábommal tartom a lépést, ez átvitt értelemben vagyok képtelen lépést tartani. A partneremmel, ez egyfolytában tanul, én meg nem tudok tanulni. Az munkahelyen újabb és újabb dolgok jönnek be, és én képtelen vagyok lépést tartani a munkahelyi fejlesztésekkel. És mondjuk még bennem van a félelem, hogy ki fognak rúgni, akkor már is elindítok még egy májprogramot, hogy éhen fogunk halni. Tehát mindenkinek a saját megélése az egyetlen valóság, ugye? És láthatjuk, hogy itt a csontokon először beindul egy csonthiány, aztán a megoldásban ott van a csonttöblet, de ez nem daganat. Ugyanilyen csonttöbletet akkor is találunk, amikor meggyógyul egy törés. Ugye ott mindig csonttöblet lesz, érdekes módon, de ezt nem nézzük daganatnak, mert az egy törés utáni állapot. Abban az esetben, ha a konfliktusom az, hogy képtelen vagyok kiugrani egy bizonyos helyzetből, nyilván, hogy az ugrócsontom lesz érintett, ami itt van a bokaizület közepén. Alatta van ez, amit látunk, ez a sarokcsont. És a kérdés ugye, mennyi ideig tartjuk fent? Mindig az elmésztelenedése fog meglátszani a röntgenen. Mert ugye, ha kivesszük belőle a kálciumot, akkor egyre több sugár megy át, és egyre sötétebb lesz a röntgenfilm ott, amely csontból a meszet mi önleértékeléssel kivontuk. Aztán, ha visszaépítjük, akkor már több mész lesz benne, mint a környező csontokban, és ez még mindig nem daganat. Azt jelenti, hogy megoldottuk azt a bizonyos konfliktust. De minden olyan történet, ami a bokámhoz köthető, az a boka, illetve az ugró csontnak, vagy ugró ízületnek a programját fogja elindítani. Hámer doktor a My Student and Mayhem című könyvében rámutatta arra, hogy ha egy beteg valamelyik végtagján olyan súlyos konfliktust élt meg, ami a csontjáig hatolt, és ez lehet egy törés, ugye, egy konfliktusból adódó törés, egy balesetben adódó törés, vagy egy önleértékelés, akkor itten nem csak a csont, hanem az egész szegmentum, az egész rész érintett lesz. Tehát a legerősebb önleértékelés ebből adódik, nem csak a csontot fogja érinteni, hanem az egész adott végtagot. Van olyan, hogy csípőízületi programja van valakinek, és az egész lába érintett, mert funkcionális egységként a csípőtől lefelé már az egész láb nem fog normálisan működni. De itt van szó szerint Hammer doktor mondata. Az a jó a másodöntem métjennél, hogy te maradsz mindig a győztes, némi türelemmel. És a másik? Ezen kívül kétféle gyógyulás van. Ahogy ezt is meg kellett tanulnom. Az egyik a rekalcifikáció, illetve a csontvápa, vagy csont kortikális restrukciója, a másik pedig a csontvelő restitúciója. Hát elmondom ezt akkor most magyarul mindenki számára érthetően, hogy miről is van szó. A természetnek van egy A és egy B terve a csont gyógyulásához. Igen, amikor megtörténik a csontosodás, ugye itt kollégák tudják, hogy van egy úgynevezett primér angiogén csontosodás, vagy Krompekkerféle csontosodás és enkondrális csontosodás, ne tessenek megijedni, ez a magzati élet során történik meg. Primér angiogén, tehát elsődleges és eregből történő csontképződés, magyarra fordítva. Na de ha megtörténik a kialakult csontnál egy csonttörés, akkor a csont hártya felől, ez a periosteális csont hártya felől történik meg a csontosodás a tömörcsontokban, mert ugye egy csöves csontnak a széle az a tömörcsont, és ami a két végén a tömörcsont alatt van, azt úgy hívjuk, hogy szivacsos csont. Ott történik a vérképzés. A törés után, ha a csonthártya nem sérült meg, vagy mondjuk konfliktus megoldási szakaszban van egy önleértékelés visszaépítése, akkor itt megtörténik az áter szerint a csonthártya felől a tömör csontnak a visszaépítése. Na most egy csöves csontnak a újra meszesedése, rekalcifikációja,
Mindig statikusan, kedvező helyen történik meg, nem akárhol. És van egy nagyon lényeges megfigyelése Hammer doktornak, ez a bizonyos lyuk, amit mindig meg lehet figyelni, aznak az a lényege, hogy a csontnak a szivacsos állománya és a csonton, a tömörcsonton belüli részeknek a gyógyulása során fellépő ödéma ki tudjon vezetődni, ne legyen olyan elviselhetetlen a csontnak a duzzanata és a csonthártya feszülése. Lesz csontfájdalom a csonthártya miatt, de a felesleges folyadék azon a bizonyos pici lyukon fog kimenni, ami itt van, ami ott van a megfelelő helyen a csonton. És a lényeg az, hogy ez az egész lyuk szelepként működik, és így az ödéma kifolyik, és lesz belőle bokaödéma. Ugye milyen egyszerű, és milyen nagyszerűen meg van ez oldva? Na de van a másik terv, a B-terv. És sajnos ez a gyakoribb. Ez a gyakoribb, mert ha átszakad a csonthártya, akkor ez a gyógyuló hegszövet kifolyik a csonthártyán kívüli területre is. Vagy egy baleset kapcsán, vagy pedig van egy gyógyuló csonthártya alatti hegszövetem, de ezt megszúrják. Tűbiopsziát csinálnak belőle, hogy igazolják nekem, hogy csontdaganatom van, holott éppen gyógyulási szakasz első részében vagyok. Na most ez a csontszövet, kérem szépen, hogyha kimegy a manzsettán kívülre, kifolyik a csonthártyán kívülre, akkor ez egy nagyon terjedelmes szövetszaporulat lesz. És ilyeneket láthatunk a My Studentem Mädchen című könyvben. Borda visszaépülése, borda törés utáni visszaépülés. Akkora laza csontszövet kifolyást okozott, hogy melldaganatnak diagnosztizálták az akadémikus orvosok. És Hammer doktor utasítására egy nyugdíjas sebész megoldotta a hölgynek azt, hogy ezt az egész csontszövet állományt egyszerűen felületi érzéstelenítésbe kézzel eltávolította, a mell semmi, de semmi érintése nem volt, semmi áttét nem létezik. Megmaradt a melle, eltávolította a felesleges szövetet, és köszöni szépen, az hölgy él és jól van. De ugyanez van a csontállományban másutt is, a lábszárunkban is, hogyha megoldottuk ezt a konfliktust. Ugye, akkor ha nem szakad át a csonthártya, akkor minden rendben van. De ha átszakadt a csonthártya, akkor tudnunk kell, hogy kiömlik ez a még el nem meszesedett csontállomány, és most az újra meszesedés a törések végeinél hosszabb időn keresztül fog megtörténni, mint ahogy megtörtént volna az előző esetben. Az amputációk után ugye tudjuk azt, hogy fantomszerű fájdalmak. Nincs lába, és mégis fáj a betegnek. Ezt rengeteg esetben érzékeljük, és ugyancsak ebben a könyvben Hammer doktor rámutat arra, hogy ennek mi az oka. Tehát, amikor a fantomszerű fájdalom előáll, akkor a kérdés az, hogy milyen programot futtat az illető. Mert a súlyos elválasztási konfliktust, a legdurvább, legbrutálisabb elválasztási konfliktust futtatja, de a lábát már levágták, akkor teljesen 100%-os reumás fájdalom lép föl. Ne feledjük, hogy a fájdalmat az agyunk érzékeli, nem a végtagunk. A végtagunk csak felküldi az érzőközpontba a dolgot, de itt magát a konfliktust éljük meg, és a konfliktus lesz az, ami kiváltja a tünetet, vagy nem. Tehát teljesen logikusan érthetővé válik például, hogy gyógyulási szakaszban, ha megoldja az illető a konfliktusát, akkor is fájni fog neki az önleértékelésből való gyógyulás, helyreállítás, az viszont csonthártya feszülést okoz, és akkor azért fáj. Tehát ez megint csak nem azt jelenti, hogy a beteg képzelődik, nem fájhat az, ami le van vágva. Nem, kérem szépen, igenis fájhat. Sőt, Hammer doktor rámutat arra,
hogy ebben a gyógyulási fázisban úgynevezett metasztázisok is kialakulhatnak, mondom, úgynevezett, mert itten a lényeg az, hogy fellép a leukémia. Pontosan azért, mert a program az megvan, és ezt metasztázisoknak nevezi a mai medicina. Az akadémikus Az orvoslás. Akadémikus orvoslás. Na most az ízületi és csontfájdalom megoldására csak egyetlen képet hoztam be, hiszen erről megint egy külön webkonferencia szól, tessék megnézni a My Student and Mädchen című előadást. Akkor érthető lesz, hogy mi az, hogy a csontoknak a hármas programja. Ott részletesen ezt mind kifejtem, de annyit kellene tudnunk, hogy ha nem oldom fel a konfliktust, akkor elkopik az ízület, és csont a csonttal fog érintkezni. Ha viszont policiklikus a lefolyása, hogy azt mutattam, mert nem nincs érzelmileg feloldva, akkor jönnek a recidívák, mindig úgy kiújulnak az ízületi fájdalmak, és nem a frontok hozzák, csókolom, nem a frontok hozzák, a frontok csak sínekként dolgoznak, mert olyan időjárási körülmények között éltük meg magát a konfliktust. Ha viszont a fájdalom már megjelent, akkor, és betesszük a My Student and Mädchen című dalt, és hallgatjuk éjjel-nappal. Ez a dalocska optimalizálja a gyógyulási szakaszt, vagyis csak addig fog fájni, ameddig feltétlenül fájnia kell ennek a programnak. És segít nekünk abban, hogy ne akadjon el, ne csináljunk recidívát, ne legyenek függő gyógyulások, hanem végigfusson ez az egész program, csak hogy a konfliktust még mindig nem oldja meg helyettünk, ez a dalocska sem, az még mindig a mi feladatunk marad. Gyakorlatilag a gyógyulási fázisban fellépő fájdalom arra késztet bennünket, hogy álljunk meg, pihenjünk meg, és legyen időnk meggyógyulni, hogy tudjon mindent helyre rakni a Igen. biológiánk. Ezért kell ismerni a germán gyógytudományt, hogy tudjuk, hogy mi történik bennünk, hogy tudjam, hogy annak a fájdalomnak értelme és vége van. Nem fog mindenképpen fájni. Nem kitolásból fáj a lábunk. Azért fáj, hogy maradjunk nyugton, és kérem szépen, várjuk meg a gyógyulásnak a végét. Mert ha én tudom, hogy ennek a fájdalomnak van vége, akkor már nem is fáj annyira, ha nem magányos vagyok ebben, hanem örülök a fájdalomnak, mert épp gyógyulok. Hát kérem szépen, nem egy hallgató visszajelezte már, hogy amikor megjelent, tudta, hogy fájni fog. Üdvözölte a fájdalmát, örült neki, hogy éppen gyógyul. És a legrövidebb idő alatt le is futott a programja. De ha én a fájdalomba újra beleteszem magamat, és mondjuk egy csípőízületi fájdalmat úgy élek meg, hogy ezt nem lehet elviselni. Ezzel le is állítottam a csípőízület további gyógyulását, mert pont ez a programja, és mi lesz? Megint konfliktus aktív szakaszban vagyok, és már nem fáj. Akkor megint azt gondolom, hogy akkor úgy néz ki, hogy végre csak megoldódott. És kiderül a megoldásban, hogy megint fáj. És ez az oda-vissza játékt fogja tönkretenni a csípőízületünket, és fogja valójában a programot krónikussá tenni. Nagyon szépen köszönöm ezt a fantasztikus előadást, drága Karecin. Azt remélem, hogy a ma este is rengeteg olyan örömhírt fogsz közölni a kérdésekre válaszként, hogy gratulálok, ön épp gyógyult.